Ibrányt és Nagyhalászt köti össze az a megújult közel 5 kilométeres útszakasz, amely elejéhez és végéhez is egy új kivilágított körforgalmi csomópont csatlakozik. A két település között a csapadékvíz elvezetését is megoldották, valamint nagyjából 1 kilométeren új kerékpárutat építettek, amely a két település közti munkába járás feltételeit javítja. Topos forrásból valósult meg, amelyet nagyon várt már Ibrány és Nagyhalász lakossága is, mintegy 3 milliárd forintból valósult meg. Két körforgalom épült, az egyik Nagyhalászban, a másik Ibrányban, és ez köti össze egy 4460 méterben ez a 3281-es számú főút. Nagyon vártuk már, biztonságosabbá tette itt a közlekedést, a munkába járást, azonban el kell, hogy mondjam, hogy nem csak Ibrány és Nagyhalász lakosságát szolgálja ez ki, hiszen ezen az úton közlekednek Tokaj felé is, úgyhogy ez az út igazán biztonságossá vált, ez a csomópont, és nagy örülünk annak, hogy végre átadhattuk és megvalósulhatott ez a fejlesztés. Trencsényi Imre ünnepi beszédében kiemelte, több terv is megszületett már annak érdekében, hogy Ibrány közlekedése tovább fejlődjön. A legfőbb cél az, hogy a környékbeli településekről könnyebb legyen a bejutás. Emellett a turizmus fejlesztésében is szeretnének előrelépni egy újabb kerékpárút megépítésével, amely a Tiszapartig vezetne. Járási székhelytelepülésként azért kötelességünk is gondoskodni arról, hogy Ibrány megközelíthetősége tovább javuljon. Itt a legégetőbb probléma a Bújt Ibrány összekötő út megközelíthetősége, ezt tervezzük felújítani, hiszen akár a járóbeteg szakellátóközpontot, vagy akár a járáshivatalt, vagy a gimnáziumunkat nem tudják tömegközlekedéssel megközelíteni Bújról, hogy ez egy prioritás számunkra. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a fejlesztések legfőbb szempontja a biztonság növelése volt. Ugyanakkor fontos, hogy a közelmúlt beruházásainak köszönhetően a hosszabb távra indulók számára is könnyebbé vált a közlekedés. Jelentősen javult a közlekedési infrastruktúra Ibrány és Nagyhalász térségében, de hogyha áttekintjük, akkor Ibrány közel van a Bújikótai úthoz, amely most, pontosabban az már korábban megújult, de a Nyíregyházához bevezető szakasza a Nyírszőlősi út most újult meg, a nyugati elkerülő becsatlakozik Nyírszőlősig, tehát ennek a térségnek Nagyhalász, Ibrány, Gávavencsellő, Paszap, Tiszaberce, vagy néhány települést említsek, ott fognak fölmenni az autópályára a teherautók vagy a személygépjárművek, ami azt jelenti, hogy körülbelül 20-25 perc alatt az autópályát elérik. Vinnai Győző hozzátette, hamarosan útjára indulhat a kisvárosi fejlesztési program, amelyre érdemes Ibránynak és Nagyhalásznak is becsatlakoznia annak érdekében, hogy további forrásokat érjenek el akár a közlekedés biztonság további fejlesztésére.